Sok szeretettel köszöntjük a Mi van a veled show nézőit. Mai vendégünk Kovács Patrícia, színművész. Hello, sziasztok! Hello! Szia! Hello! Foglalj helyet! Ide? Uh-huh. Oké. Okay. Azt hittem, hogy egyébként a kutyának lesz, de simán. Na? Ó, oh, szuper! Mi van a veled? Mi van a veled? Mi van a veled? Mi van na veled? Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát ugye köztudott, hogy szereted a fiatal fiúkat. Igen? Ezt honnan gondoljátok? Hát ugye a korhatáros. Jó, hogy a korhatáros szerelem. Hát fia, az egy szerep volt egyébként. Azért tudjátok, tehát hogy azért az nem én vagyok. Akkor nem szereted a fiatal fiúkat? De egyébként szeretem a fiatal fiúkat is. Meg az idős fiúkat is. Tehát... Jó, hát mindegy, reméljük, hogy ha az egy szerep volt, akkor legalább innen se távozol olyan viharosan, mint a TV2-től. Igen. Mondjuk nagyobb gázsit is kértél tőlünk. Uh-huh. Nem tudom, hogy megírjuk a számlát még most az elején, vagy kinek a nevére írhat. Kovács Patrícia. Egyéni vállalkozó. De én egyébként én abszolút azért jöttem el, hogy itt segítsek nektek. Tehát, hogy én azért vagyok itt, hogy meg a többi vendég is, hogy felhúzzon titeket, vagy ezt a műsort, nem? Tehát, hogy én nem kérek ezért pénzt. Ja? Nem fogok fizetni, hogy itt vagyok. Te, mint színésznő, ki az a Kovács Patrícia? Ki az a Kovács Patrícia, vagy ki a Kovács Patrícia színésznő? Hát aki az állarc mögött van. Tehát, hogy rád vagyunk kíváncsiak. Ki vagy te? Hát, hogy... Who are you, mondaná az angol, ugye? Igen. Én vagyok egy színésznő, meg vagyok egy anya is, meg vagyok egy nő is, meg még mindig vagyok az anyámnak a lánya, tehát azért sok-sok-sok szerep van, azért ezek mind szerepek. Az, hogy igazán... Ezeket játszod, ezeket a szerepeket? Hát fél, valamilyen értelemben mindig játszunk, szerintem. Most játszol? Most igen, tehát itt vagyunk egy stúdióban, és itt vannak is, és nyilván nem úgy beszélgetek, mint amikor mondjuk a szerelmemmel, vagy a tesómmal vagyok otthon. De lehet, hogy akkor is az ember egy picit azért játszik, hát persze. Most ugye 89 és 92 között a Váci Színházban valami fergeteges, tehát ugye te a Máté Gábor híres osztályában jártál. A Winkler Pöpi, a Nagy Borék, a Joci, Pál Bandi, Csöpi, a Nagy Csöpi. Csöpiék, a... Csutó Pista, most csak a Feri Pont bácsi. Pont nem jutott eszembe egyébként a Csutó. Csutó igen, Pista. Abszolút. Hogy vagytok? Hiányzik egyébként, igen, sokszor gondolok rá. Szigeti Mari, Kacsúr Pali, Tóth Bandi, a Horváti Hédi, a Cucóék, szóval hogy... De szóval, azért meglepő, az... tök jó, hogy ilyen kultúráltak vagytok egyébként. Ez tök jó. Tehát, hogy ott, az, ami ott történt, az a fajta műhelyi munka, tehát az valami csoda. Igen. Az egy csoda. Igen. És akkor ugye te Vácon, ott ugye a Dunakanyari Színházról beszélünk. Hát az egy nagyon nagy hely volt, tehát ott olyan zenekar játszott, ugye a híres Szabó Géza bácsi, hát a karmester vezénylése alatt. Amikor... Én tudom, de egyébként a nézőknek azért mondjátok el, hogy milyen volt ez, mert hogy... Hát az valami... Tudom, amikor bejött az a... Pra-p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 a
És látszott, hogy gyűlik a szemedbe a könyv. Igen, hogy tudtam, te... hogy nem fog tudni énekelni, hogy nem jön kihangot. És ezt hogy oldottad meg akkor? Tudod, ez olyan, hogy az ember azt gondolja, hogy akkor most megtehetem azt, hogy azt csinálok, amit akarok. És ha éppen nem tudok énekelni, akkor a nézők egyébként azt szeretni fogják, hogy valami olyannak a részese, hogy ott akkor, abban a pillanatban csak ők látják aznap este, hogy elkezd énekelni a színésznő, és semmi nem jön ki a hangja. De hát azért utána csak elkezdett bugyogni, hogy Szent István kardjára hújjon a magyar vérek ára. Trombitát megszólaltam. És akkor a Géza bácsi nem? Nem. Nem? Nem. A Kaposvári Színházat jó, hogy említetted. Ezzel kapcsolatban nézzünk meg egy rövid bejátszást. Egyébként érdekes, azt sokan szokták kérdezni tőlem, hogy van-e bármilyen fóbiám, és hogy nincsen semmi. Sőt, a pókokat, azokat kimentem a lakásból, tehát én nem is csapom el. Hasznos állat.
Gondoltatok már erre? Hogy ez mondjuk micsoda munka összehozni azokat a pókhálókat? Ez nem, hogy ez színészet, nem? De abszolút. Dolgozunk egy forgatókönyvön. Na. Szeretnénk téged megkérni, hogy egy kicsit működjünk együtt. Okay. Egy olvasópróbát. Jó. Egy demót. De mint egy ilyen castingon, vagy hogy? Nem, hát játsszuk el. Ja, játsszuk el? Hát jó. Ilyen színésznő vagy. Én, igen. Hát akkor. Jó, hogy fel kell állni hozzá? Aha. Jó. Akkor. Szóval. Egy mondat? Nem. Jó, oké. Okay. Tehát jó. Hegyormon álltok, lágy, szellő, fúj, férfi, nő, és tessék. De várj, még egyszer csak, mert azért mégis elolvastam, hogy így mi lesz. Hegyormon állok. Egy hegyormon állunk, férfi és nő, uh-huh. Lágy, szellő, naplemente. Oké. Okay. Csapó. Te meg kint. Ja, menjek ki? Aha. Egy percre se tétovázz tovább, Patricia! Ismerd el! Minket egymásnak rendelt a sors! Hogy hihetném, hogy valóban szeretsz, Barnabás? Csak az intrikákat kapom tőled. Gyűlöllek te szemét! Patricia, nem... Azt nem kellett volna lekeverni. De hát oda van írva, hogy lekever egy pofont. Csak azért. Most ezzel ne picsogjál már, mert azért ennél... Ez most tényleg nagyon fáj. Bocsáss meg! Hidd el, csak azért taszítottalak el magamtól, mert megijedtem a szerelemtől. De most már kimondom! Patricia, szerelmes vagyok beléd. Csókolj meg! Ácsi! Mit csinálsz, te tökkelütött fráter? Én csak szeretni szeretnék! De Patricia az enyém! Te, ostoba, hígagyú, tökfej, te! A mikroport megvan? Jaj!